Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves megjelentek! Engedjék meg először is köszönetet mondjak a szintézet nevében is, hogy meghívtak bennünket erre a rendezvényre, és hát külön megtiszteltetés, hogy egy nemzeti gyásznapon hangozhat el az előadásom. Kossuth beszéde. Elég nehezen hallható. Engedjék meg, hogy néhány szót beszéljek erről a beszédről, ahogy igazgató mondta, és ezt 1890. szeptember 20-án rögzítették Torinóban, Turinban, ahogy akkor nevezték, a Turin elmete lakában. A helyszínre Párizsból érkező két lelkes magyar, a nevüket most nem jegyeztem fel, de ők Párizsba vásároltak egy Edison fonográfot, és elmentek a Turini remetét meglátogatni hazafelé útjukban. Kossuth akármennyire is modern és zseniális koponya volt, valamennyire óckodott az ördög masinájától, tehát kicsit mesterkedni kellett, de felvették a beszédét. Három viasz hengerrel, amelyből a történelem viharai miatt egy elveszett, kettő az országos Széchenyi könyvtár tulajdonába került a 30-as években, a tulajdonosnak a hagyatékaként, és a 60-as években gyakorlatilag nem tudta vele mit kezdeni, azt gondolták, hogy elveszett. Majd ekkor a 60-as években egy kiváló technikus, hangtechnikus valahogy kinyerte, kifacsarta ezt a most is hallható és most már az interneten is fölévő szöveg részletet. Megvan viszont az egész beszéd. Ugyanis Kossuth a saját bőnybetűivel leírta, és egyébként az OSK honlapján fönn van, bárki meg tudja nézni internet segítségével, és hát én vettem magamnak a bátorságot, és én ezt így kinyomtattam, tehát én úgy gondoltam, hogy ezzel kezdeném, mivel az utolsó rész hangzott csak el, és az se túl hangosan, ha megengedik, akkor azért felolvasnám, mert azért egy elég jó felvezetés lesz azokhoz, amiket majd a nemzet fogalomról mondani szeretnék. Nem néma az a kőszobor, mely amott a magyar Golgotán a halhatatlan vértanú halottak emlékének emeltetett. Én hozzám a kitaszított élő halotthoz, ki egykor zászlótartója valék Magyarország függetlenségének, melyért ők a lehóhérolt hősök annyit küzdöttek és mártírt halált haltanak, én hozzám elhozták a múltnak szellemei a velőkig ható szózatot, mely amaz emlékszobor kimagasló alakjának, Hungáriának hallgatag ajkairól zeng. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar! Tisztel, akit tisztelet illet, de híve hazádnak. Érted, magyar? Hazádnak légy. Ne csinálj magadnak faragott képet, hogy azt imádjad, csak hazád szabadságának istenét imád, amit imádták azok, akik mártír halált szenvedtenek hűségükért ahhoz, amit halálok után a jogereje iránti hitben az önbizalomban megfogyatkozott nemzedék hitehagyottan elalkudott. Én, hazád géniusz, a hírül vittem megdicsőült szellemeknek, ó magyar, hogy kegyelettel adózol emléküknek, válaszul azt hozom neked tőlük, hogy ez jól vagyom. De tartsad eszedben, hogy a kegyelet érzelmeinek virága meddő szóvilág volna, ha hűsége nem fejlődnék az iránt, amiért ők földi életüket feláldozák. Az ő istenük a magyar haza szabadságának istene, annak oltárához várják a magyart. E szózat zengését hallom én a messze távolban Hungária szobrának ajkairól. Hallják-e ezt amott, a közelben is? Mindazok, akik a szívrázólag gyászos, felejthetetlenül gyászos október 6-án összegyülekeznek a magyar Golgotán, hogy tanulságot tegyenek Isten és világ előtt a magyar nemzet kegyelete felől a hazaszabadságának szent emlékei iránt. Ha hallják-e, lehetetlen, hogy ne hallanák, hiszen az a szózat annak visszhangja, mely hangzik az ősök szent hagyományaiból, hangzik az utódok esengéséből, mely számon kéri az élő nemzedéktől az elidegeníthetetlen örökséget, hangzik az emlékezések ültetéséből, mely az éj csendébe hazajár a meghajlott derekak hálókamrájába, mint a lelkiismeret szava a bűn lakába. Hangzik a bölcsőkből, hangzik a sírokból, hangzik minden fűszárezgéséből, melyet a magyar hazának konfidér özönével megtermékenyített földje táplál. Hát hogy ne hallanák azt a velünk ható szózatot, de ha hallják, meg is hallgatják-e.
Elviszik-e magukkal egy szózat ihletét a közélet küzdelmeinek pályahomokára? Elviszik-e házi tűzhelyeikhez, hogy az ihlet csillaga világítson előttük a gyermekeik előtt, mint az evangélium mítikus csillaga világított a bölcsek előtt, kik az idvezítőt keresik? És innentől a felvétel, a világ bírája történelmet fog-e kérdésekre felelni. Legyenek a szent emlékű véltanú megáldottak korukban, szellemeikben a honszabadság Istenének legjobb állásaival az örökké valóságon keresztül engem, ki nem borulhatok le a magyar Golgota porába, engem október 6-a térdeimre borulva fog találni, honttalanságon nemete lakában látni, amint az engem kitagadott hazafelé nyújtva akkarjaimat, a hálahő érzelmével áldom a vértanúk szent emlékét hűségükért a haza iránt, és a magasztos példáért, melyet az utódoknak adtanak. És buzgóimával kérem a magyarok istenét, hogy tegye diadalmassá velünk ígható szózatot, mely Hungária ajkairól a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen, ámen. Irály Kossuth Szavai. A magyar állampolgárságát, a Magyarország első állampolgársági törvénye, azaz az 1879. évi 50. törvénycikk a magyar állampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről értelmében, az előző esztendő végén elvesztő Kossuth zengzetes szavai gyönyörűen rímelnek a Breton származású francia vallástörténész Ernest Renan híres és máig idézett előadására, amelyre név szerint igazgató is utalt a koszorúzás előtt, amelyet 8 évvel korábban 1882-ben tartott a Sorbonon, Mi a nemzet címmel, és amit szintén elhangzott, amelyben azóta is, az azóta is számtalan szó emlegetett megállapítás is elhangzik, miszerint egy nemzet léte mindennapos népszavazás. A nemzet miben létének kritérium egy számbavevő tudós eszéista, miután a nemzet alapelvei közül más-más ért mentén, de lényegében kizárja a faj, a nyelv, a vallás, a gazdasági érdek és a geopolitika tényezőjét, az alábbi megállapításra jut, idézem Renant. A nemzet lélek, szellemi alapelv. Ezt a lelket, ezt a szellemi principiumot két dolog alkotja, mely azonban voltaképp egy. Az első a múltban gyökerezik, a másik a jelenben. Az egyik emlékek gazdag örökségének közös birtoklása, a másik a jelenlegi megegyezés vágy arra, hogy közösen éljünk. Annak szándéka, hogy a továbbiakban is kamatoztassuk az osztatlanul kapott örökséget. Megosztani a múlt dicsőségét és keserveit. Hasonló programot megvalósítani a jövőben. Annak tudatával rendelkezni, hogy egykor közösen szenvedtünk, örültünk, reménykedtünk, ez az örökség többet ér, mint a közös vám és a stratégiai követelményeknek megfelelő határok. Ezt ugyanis a fajok és nyelvek sokfélesége ellenére mindenki megérti. A közös szenvedés, október 6-a, erősebb kapocs, mint az öröm. Nemzeti emlékeinkben a gyász becsesebb, mint a győzelem, mivel hogy kötelességeinkre figyelmeztet, közös erőfeszítésre ösztönöz. Idézett vége. Mielőtt belekezdenénk a nemzet fogalmának meghatározásába, vagyis inkább abba, hogy a 19. századi Magyarországon mi mindent értettek rajta, vessünk egy pillantást a Kossuth és Renani meglátások fényébe, arra a történelmi emlékezet által a nemzet mártírjaként számon tartott 13 főtisztre, akik az életüket áldozták érte. Hát itt lényegében igazgatóul már elmondta azokat, amiket én is terveztem, tehát hogy a tágértelemben vett történelmi Magyarországon kívül is legalább három ugye születtek a Bécsi, a hesseni történelme, Leiningen-Westernburg, illetve az a Bécsi, aki, mint kiderült a történelmi kutatásokból az akkor orosz birodalomhoz tartozó lengyel területen, Zsesnyukban született, ő azonban halál előtt is azt hallott, hogy Pesten született. Tehát ő ennyire meg volt a győződve, hogy ő csak magyar földön születhetett. Ugye volt két olyan is közöttük, akik magyar honosok voltak, Magyarországon születtek, csak nem a szűkebb értelemben vett Magyarországon, hanem ugye Horvátországban, Knezics Károly, illetve Damian is, aki a katonai határőr vidéken, ma az szintén Horvátország, de ez akkor szerepet, hát, akkor is, meg értem, most is szervek által lakott rész volt. Ugye ötüknek egészen biztosan a német volt az anyanyelve.
szintén szóba került, hogy ketten örményszármazásúak voltak. Egyébként az egyik magyar nemes a Lázár Vilmos, és a kisernő is elmagyarosodott örmények. De őrizték nyilván őseik eredetét. És bár a nagy részük az katolikus felekezetű volt, volt két protestáns és Dezsőfi Arisztide és Leningen Veszterú luteránusok voltak, és hát Dominis János természetesen görög-keleti volt. Néhány szorványosan felvillantott életrajzi adat is jól érzékelteti, hogy a nemzethez tartozás érzése nem könnyen egyszerűsíthető a szülőhely, az anyanyelv, vagy a beszélt nyelv, a lakhely, az állampolgárság, lásd Kossuth, társadalmi vagy vagyoni helyzet, arisztokraták voltak közöttük, de egyszerű közrendűek is, már most csak a Daradi 13-ról beszélve, vagy akár a vallási, illetve politikai meggyőződés szerinti automatikus besorolás kérdésére sem. A nemzet jelenségére vonatkozó hétköznapi és tudományos tapasztalatokat rendszerint a tárban értett nacionalizmussal összefüggést a szokás tárgyalni. Mint minden fogalom, természetesen a nacionalizmus egy számos, egymás részben kölcsönösen kizáró tapasztalás és jelentéstartalom bonyolult egymás ágyazódását sűríti magába. A rá vonatkozó hétköznapi és a szorosan leíró, elemző szándékú tudományos szóhasználat esetében mégis jól érzékelhetően szétválik egymástól. Ez egyébként a 18. század vége óta így van. Herdelnél találjuk először a nacionalizmus szó használatát, olyan értelemben, hogy nagyjából most is értjük, és ő is negatívként beszél róla. Tehát pejoratív értelemben használja. Nem így használja viszont a tudomány, a tudományos szóhasználat. Olyannyira nem, hogy mióta angol száz dominanciájúvá vált, gyakorlatilag el is kell magyarázni, hogy amikor valaki tudósként nacionalizmusról beszél, nem a csalakodásról egy szót, hanem, és mindjárt mondom, hogy ez tartozik a tudományos szóhasználatba, ez alá jelentést a tomány alá. Kicsit muszáj megemlítenem egy nevet, a tavaly elhunyt Anthony Smith, aki egyébként a egyik legfontosabb és legnagyobb rendszerezője a nacionalizmus elméleteknek. Négy fajta tipizált értelmet tulajdonít a tudománytörténeti értelemben vett nacionalizmus fogalomnak. Az egyik a nemzet vagy nemzet államépítés folyamata, a másik a nemzethez tartozás érzése, szándéka vagy tudata, a harmadik a nemzeti válás elérését, fenntartását célul tűző vagy vállaló politikai mozgalom, és a negyedik a nemzet rendelkezését, egységét és önazonosságát hirdető tan vagy ideológia. Én is úgy gondolom, hogy érdemes a nacionalizmust erre az utóbbira szűkíteni, tehát az ideológiára vagy tanra. És nem belekeverni a nemzeti érzést, a nemzet államépítését, de még a politikai mozgalmakat sem, hát mindig feltétlenül. Ennek ellenére nagyon fontos, hogy erről szót ejtettünk, ugyanis ebből a pontból lehet kijelölni azt a mezőt, ahol értelmezni tudjuk a előadásom során elhangzottakat. Mégpedig egy kronológiai lehatárolást kell tenni. A 18. század utolsó évtizedei előtt nem beszélünk a nacionalizmus doktrinális magja köré szerveződő normaértékű jelentéshalmazról, tehát az ennek függvényeként értett nacionalista nemzetről sem. Mi ez a doktrinális mag? Ez is gyakorlatilag négy kritérium lehet, legfontosabb négy kritérium, tehát a világ saját egyediségű történetű és sorsú nemzetekre oszlik, minden politikai hatalom forrása a nemzet, az iránta megnyilvánuló lojalitás minden egyéb lojalitásnál előbbre való. Minden egyébnek szükségképp valamely nemzethez kell tartoznia, és minden nemzetnek szabadon kell rendelkeznie önmagáról, mivel a világ békéje és az egyetemes igazság megköveteli a nemzetek önrendelkezését. 18. század vége előtt nem voltak ezek ennyire világosan lecövekelve, nem beszélhetünk modern értelemben nemzetről. És akkor néhány szót a kutatás történetről. Az átfogó kulturális politikai világképet hordozó ideológiaként értett nacionalizmus nemzetfelfogástól függetlenített nemzet problematikája, azonban rendkívül összetett és eléggé ingoványos terepre vezet. Módszertani, ismeretelméleti és kutatástörténeti tekintetben három fő kritérium köré látszanak sűrűsödni az ideáltípusként értett nemzetre vonatkozó, annak jellemzőire, természetére,
és időbeni megjelenésére irányuló kérdésfeltevése. A nemzet leszűkítően politikai vagy kulturális művelétele vonatkozó klasszikus értelmezések már a meghaladóknak látszanak. A nemzet természete és keletkezés történetének datálása viszont korán sem érvezte a nemzetközi konszenzust. Jól lehet, napjainkban a modernista és konstruktivista, tehát nemzetépítés típusú értelmezések messze elterjedtebbnek és elfogadottabbnak számítanak, mint a rivális, hagyományos, folytonosság jelvű nézőpontok, tehát mindig is volt nemzet, vagy nagyon régóta volt nemzet az emberi történelemben. Amíg a modernista elméletalkotók felfogásában az egyszerre új keletű és új szerű szociokulturális és politikai jelenségként felfogott nemzet, a nyugati világban a modernizáció során végbe ment alapvető orderejű gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális változások szükségszerű, vagy egyesek szerint csak járulékos terméke, addig az általában, említést a szakszóért, primordialistának nevezett kritikusaiak szerint a nemzet független elemzői pozícióból történő külső megragadása helyett, ami a modern nacionalizmus futtatásának lényegében a leírása, sokkal inkább a nemzethez tartozó saját értelemhálózatába belehelyezkedő, mint egy belülről rátekintő megértésére kell törekedni a kutatóinak. Jellegzetes közvetítő pozíciót foglal el a nemzetelméletek körében az imént hivatkozott Anthony Smith és az általa képviselt etnoszimbolizmus, amely egyfelől elismeri az előbb definiált nacionalizmus, tehát mint tanult ideológia kritérium szerint meghatározott nemzet modernségét, másfelől azt elválaszthatatlannak tekinti, politikai-kulturális előképe reflektálatlan, tehát még nem tudatosult kategóriákon már szintén túlmutató etnikai közösség szimbólumrendszerétől, amelyen mindenek előtt a közös leszármazásban való hit, a területi beágyazottság és kulturális emlékezet különböző összetevői, így szent nyelv, szakrális státuszú kanonikus szövegek, vagy írásrendszer, győztes vagy vesztes háborúk, ugye, miről szó esett, hogy sokat ma, őshaza, stb. Értendőek. Szintén alapvetőnek tekinthetjük a német fogalom történeti iskola nemzetértelmezését, és lényegében ezt fogom itt ma az előadásomban alkalmazni, amely a nép, nemzet, nacionalizmus és tömeg fogalmi háló, tehát így együtt, jelentéstani szerkezetet az alábbi kép összegezhető. A nemzet és a tőle elválaszthatatlan nép fogalom több ezer éves európai használatát egy kettős szerkezeti állandóság és egy radikálisnak tekinthető törés jellemzi. Bár a társadalmi hierarchia értelemben vett fent és lent, tehát uraltak, uralmolidőt és uraltak, illetve az etnokulturális értelemben vett kint-bent, tehát a csoporthoz tartozók és a csoporton kívül levők ellentétpár lényegében állandósult jelentéstani hatóerőt mutat az ókortól, gondoljunk a görög támákra, egészen a modernitás érvényi jutásáig, ezt most közép-európai térségén alatt a 18. század közepének lehet nagyjából belülni. És ekkor az 1750 és 1850 közötti időszak, tehát ez az átmeneti évszázad alatt a nemzet és nép fogalma lényegbe vágó jelentéstani változáson megy keresztül. Ebben az időszakban ugyanis a nép és nemzet fogalom egyre fokozódó mértékben elkezd demokratizálódni, ideológiai politikai tartalommal telítődni, és ami legalább ennyire fontos, történet-filozófiai perspektívába helyeződni. Szakszóval ezt úgy szokás mondani, hogy jövőre irányuló elvárás fogalommá átlényegülni. Egy kicsit érthetővé tegyen, gondoljunk Széchenyi írás mondására, szeretném mondani, hogy Magyarország nem volt, hanem lesz. Tehát, hogy még meg kell csinálni. Tehát a jövőben vetítjük az elvárásainkat, és nem azon gondolkozunk, hogy mi volt idáig, vagy mi van most. Összegezve az eddig elmondottakat. Az átfogó kulturális politikai világképet hordozó ideológiai értelembe vett nacionalizmus által meghatározott nemzetről, kontinentális Európa esetében legalábbis, legkorábban a 18-19. Század fordulója óta beszélhetünk. A nemzetfogalom megtartva korábbi etnokulturális és politikai jogi elhatárolást magában foglaló eleve többes értelmét, ekkortól gyökeres, törésszerű jelentésbeli átalakuláson megy keresztül,
melynek részeként a kortárs megfigyelők és átértelmezők számára hol őségi, hol még beteljesülés előtt álló jelenségként kezd feltűnni, melynek korábbi magától értetősége legalábbis kétségessé válik, új várakozási horizontokra nyíló átértelmeződése, pedig új szavak alkotásának, szóval neologizmusok tömeges létrejöttével erre majd fogok példákat mondani. És akkor térjünk rá a magyar kontextusra. A modern nemzeti identitás kialakulását hazánkban is a korábbi politikai és kulturális kollektív identitásokat természetesen tudatosú társadalmi rovatartozást értünk, tartós átformálódás alapozta meg. 18. század derekán a hazai politikai közösség, magyar történetirány szakkifejezésére élve a rendi nemzet, közösségi azonossága már legalább fél évezredes saját társadalmi leképezéshez kapcsolódó, kifinomult jogi, politikai, rituálival külsbástázott hagyományrendszerre és saját történeti diskurzusra támaszkodott. Gondolok itt a középkori krónikákra, a rendi országgyűlésekre, a királykoronázásokra, tehát mindenre. Politikai tekintetben lényegében a nemességhez tartozó korlátozódott, ez azonban csak a korabikortól van biztosan így, a középkorban valószínűleg a köznépet is beleértették még a politikai értelmezett nemzetbe is. Etnokulturális vonatkozásban pedig alapvetően közömbös volt, ez egy lényeges különbség a modern viszonyokhoz képest, tehát a latin köznyelv alatt többnyelvű volt, azonban eredet mitoszát tekintve egyértelműen magyarként definiálta magát, nem volt kérdés, hogy aki magyar, magyar nemes, az magyar eredetű is őseit tekintve. Milyen beágyazódó politikai, jogi és szimbolikus intézményei azonban egyre erősödő kritikát vontak magukra a 18. század közepétől, felvilágosult abszolutizmus, józsefinizmus évtizedében, tehát az 1780-as években pedig állandósult nyomás alá kerültek, egyfelől a felvilágosult abszolutista bécsi és hazai kormányszervek, másfelől a felvilágosult kormányzás hazai támogatói részéről is. Így erre az időszakra a politikai nemzethez tartozás és a nemesi jogállás odáig magától értetődő egyenértékűsége mindinkább megkérdőjeleződött. A központi hatalomnak a francia forradalom kiszélesedése és a napóleoni háborúk hatására felvilágosult abszolutistából alakulásától függetlenül is mindinkább nyilvánvalóvá lett a hagyományos politikai nemzetfogalom elavultsága, miközben a politikai nemzet tagjait egyre jobban megosztotta a nemzetként definiált saját közösségünk közeli és távoli jövője. Ugye megint a jövőhorizont megjelenése. A folyamat kezdetén, azaz a modernitás előtti politikai nemzetfogalom megkérdőjelezésekor néhányak a nemzetfogalmához tapadó politikai szabadságunkat elkezdték az ország lakosságának valamennyi tagjára vonatkoztatni. A társadalom egészének politikai szabadságjogokban részesítése hazai vonatkozásban döntően a reformkor idején fogalmazódott meg, stratégiai tervezettséggel is, programszerű végrehajtására pedig 1848-tól fogva került sor, erre szintén utalt igazgató úr, tehát hogy egy valami teljesen úgy kezdődött 48-49-el. Jó lehet, nyomai már a 18. század végén is kimutathatóak, gondolom, szintén volt szó a magyar jakobinusok, különösen Hajnóczy József alkotmány tervezetére. A modern politikai eszmetörténet közvetlen előzményét vizsgáló közelmúltbeli kutatások hazai vonatkozásban legalább négy tipikus politikai nyelv vagy beszédmód használatával írják le a nagyjából az 1780 és 1830 közötti évtizedek politikai közbeszéd történetét. Tehát a reformkor előzmény. A bizonyos vonatkozásaiban a reformkori konzervativizmus és liberalizmus előképeiként értelmezhető republikanizmus, egyik nyelv, őségalkotmányra hivatkozás, illetve a felvilágosult kormányzás, negyedik pedig a csinosodás politikai nyelvén megszólalók, azonban jellegzetesen más-mást értettek politikai közösségen. Az antik mintára hivatkozó, erőteljesen moralizáló republikánus beszédmódban a legfőbb jó a hazaként definiált politikai, erkölcsi közösségért vállalt áldozathozatal. A legnagyobb veszély pedig az ősi erkölcsök elhagyása, ezáltal az elkorcsosulás, ahogy a korban mondták, és a belső egyenetlenség. Másik politikai nyelv, az ősi alkotmány politikai nyelvének beszélők számára a szokásjogi hagyományként felfogott alkotmány, ami egyébként nem volt kodifikált,
sértetlen megőrzése és továbbadása volt fő feladata és kötelessége a nyelvi etnikai hovatartozástól független, kizárólag rendi alapon szerveződő nemzetpolitikai közösségéhez tartozóknak. Az előbbiekkel ellentétben, tehát a republikánus és az ősi alkotmány politikai nyelvén beszélőkhöz képest természetjogi alapozású felvilágosult kormányzás beszédmódjának kulcsfogalma a közjó, amelynek legfőbb képviselője az állam, célja pedig a civilizáció vívmányainak közvetlen, tehát akár a rendi nemzet akaratával is szemben menő eljuttatása volt az állam valamennyi polgárához, nyelvi, etnikai és jogállás társadalmi függetlenségektől, különbségektől függetlenül, tehát iskoláztatás, műveltségterjesztés, stb. Végül, negyedik nyelv, a társiasság, haladás és kiművelődés, jellemző korabeli szóhasználata, pallérozódás, fogalmaira építő csinosodás politikai nyelvének központi közösségi szereplője szemben az imént említett felvilágosult kormányzatéval nem az állampolgárok közösségeként felfogott állam, hanem a nemzet. De már nem a közjogi értelembe vett rendi politikai közösség, mint a republikánus vagy az ősi alkotmány nyelvében, hanem az egy nyelven kiművelődő, ezért a csinosodott nyugati példákkal összemérhető kulturális közösség értelemben. Természetesen teljesen tiszta formában egyik a kollégi szereplőjénél sem találkozhatunk nyelvekkel, sokkal inkább átmeneti és kevert használatuk jellemző. Jellemzetes fogalomhasználatuk és szemléletmódjuk azonban tovább öröklődött a klasszikus politikai eszmerendszerek hazai beszédmódjaiba, esetenként az 1880-as évekig is hatást gyakorolva. Egy nagyjából fél évszázadnyi előtörténet után Magyarországon az 1830-as évektől beszélhetünk a már stratégiai tervezettségű politikai diskurzusok meghonosodásáról, melyek közül megint három ideáltípust lehet elkönyvteni, és mindig ilyen pontokban beszélek. Tehát három ideáltípusként értendő gondolkozás különíthető el annak fényében, hogy a kidolgozói és használói miként viszonyultak a nemzet, a haladás és a kettő kölcsönviszonyához. Politikailag aktív arisztokrácia és birtokos nemesség egyes tagjai képviselte tökéletesülés és jövőorientált struktúra modernizáló felfogás igen fogékony volt a belső társadalmi, gazdasági, kulturális viszonyok gyakorlati átalakítása, míg viszonylag közömbös a nemzeti értékek és sajátságok iránt. A részben közrendű, részben nemesi származású, de általában vagyontalan irodalmi értelmiséghez, vagyontalan irodalmár értelmiséghez köthető romantikus, autopoetikus stratégia, említésedő szakszóért mindjárt visszatérek, hogy mit kell arra érteni. A nemzeti, azaz képviselői személyi szemében egyedi, sajátos és folyamatosan öntökéletesítő belső kibontakozástól várta, lényegében minden felmerülő politikai, gazdasági, társadalmi dinamika és konfliktus végső megoldását. Tehát így mondtam, hogy romantikus, autopoetikus, azért tettem hozzá ezt az autopoetikus, egyébként nem én találtam ki, hanem ezt használja a szakirodalom, mert a romantikus önmagában félreérthető. Tehát, és akkor mindjárt elmondom, mit értünk autopoézisen, ami egyébként egy neurofiziológiai elmélet, és egy Niklas Luhmann nevű német konzervatív szociológus emelte át a társadalomtudományokba, olyan önreferenciális, önszabályzó működés értelmű alatta, mely a külső környezeti hatásokat állandóan a saját működés függvényébe fogadja be, és ezáltal szervesen sajátá teszi. Tehát úgy asszimilál idegen hatásokat, hogy az teljesen belső. Ez a romantikus nemzetszemlélet, vagy másik szóval autopoetikus. És van egy harmadik is, funkcionális szempontból már a 18. században is markánsan megmutatkozó, hangsúlyosan reaktív, tehát reagál, ugye válaszoló, etatista, pozícióvívő koncepció, ami aztán később idővel sikeresen intézményesül, amely szerint a nemzetépítés alapvető feladata politikai státuszkó változatlanul tartása, tartós megőrzése. Tehát a szó klasszikus értelemben konzerválás, megőrzés. Az egymással versengő, eltérő nemzetépítés koncepciók különböző ütemezésre jutottak el domináns politikai szerephez. A struktúra modernizáló, leginkább a reformkorba érvényesült, bár viszonylag kevés tartós sikert ért el ekkor, a romantikus, autopolitikus nemzetépítési elképzelés fénykorra természetesen a reformkor, de leginkább a forradalom szabadságharc, leginkább Kossuthra és követőjére kell gondolni,
És hát ugye a 18. századtól folyamatosan jelenlévő pozícióvédő etatista stratégia a 19. század folyamán a szabadságharc leverése után 49-től erősödik fel először ugye osztrák oldalról, kiegyezés után viszont hát úgyis Magyarországon is olyan értelemben hegemon szerephez jut, hogy állatmegőrzés folyik, leginkább Tisza Kálmán pártjának 1875-ben következő pártfordulása után, aminek ugye egyik következménye Kossuth számüzetése. Az értékhierarchiában uralkodó helyzetben kerülő kulturális közösségi önazonosságként felfogott modern nemzetfogalom térnyerését Magyarországon is a korábban uralkodó kulturális identitás szerkezet tartós meggyengülése vagy megkérdőjelezése készítette elő. Tehát idáig a nemzetfogalom politikai vetületéről beszéltem, most pedig a kulturális összetevőkönnek elnézést, hogy ezt kellett volna mondanom előbb. A hagyományos kollektív kulturális identitás válsága, melynek során az európai keresztény civilizáció szinte egyidejűleg vált reflektáltá, tehát tudatosultá, majd önkritikussá, de mindenféleképpen viszonylagossá, itt egyébként a nagyföldrajzi felfedezésekre és a más civilizációk felfedezésekre kell gondolni, India, Távol-Kelet, Amerika, akikről ugye nem szó például a Biblia és az ókeresztény egyházatják. A felvilágosodás kiteljesedésével lépésről lépésre teret kezdett veszíteni a nacionalizmus, mint ideológia révén megújuló nemzeti identitással szemben. E hosszú és összetett átalakulási folyamatot most csak egyetlen, de jelentőségét tekintve alapvető területe a magyar nemzeti irodalom létrejöttén kívánom szemléltetni. Vizsgált korszakban az irodalom fogalma maga és alapvető átalakuláson megy keresztül, ezzel most nem foglalkozom. Azonban sajátos nyelv és nemzetfelfogása miatt különös tekintettel érdekel bennünket, hogy hogyan változik a nemzet, mint kulturális közösségi vonazonosság uralkodó pozícióba kerülése szempontjából. Az átértékelődében lévő identitások hálójában felértékelődni kezdő etnokulturális hagyomány előtérbe kerülésekor a józsefinizmus évtizedében, tehát az 1780-as években döntő szerephez jutnak az anyanyelvre, elődeitől eltérő beállítódással tekintő, egyébként ellentően nem kiváltságos rétegekből kiemelkedő értelmiségiek. Számukra a magyar nyelv már nem elsősorban verselés technikai értelembe vett adottság, másokat számára az, hogy magyarul is lehet ütni, vagyis klasszikus időmértékes verset írni, ami nem sok modern nyelvvel lehetséges, még azt hiszem a finneknél lehet, talán más nyelven nem is nagyon. Bocsánat, ez csak egy zárulés megjegyzés volt. Tehát nem csak adottság a nyelv, nem csak a tudományok civilizáció eredményeit hatékonyan közvetítő semleges eszköz, mint ugye Lehetesenyeinél. Ez egy ilyen tipikusan felvilágosodáskori gondolat, hogy a nyelv az egy eszköz, ami csak egy átlátszó vehikulum, ami közvetíti a tudást. Vagy, ami aztán egy hagyományosabb nyelvfelfogás, a politikai értelembe vett nemzetet, az öltözettel, szokásaival és erkölcseivel, stb. Együtt reprezentáló jel, hanem, mint ami egyébként a döntően nemesi származású jelölők és kortársak számára nyilvánvaló volt, hanem, és ez az új jelen, mindenekelőtt olyan kommunikációs közeg, amelyen keresztül megnyilvánulhat a közösségi elkötelezettség. Annál is inkább, mivel a nyelvet a rendi jogállás helyett az önazonosság legfőbb kritériumával emelnén, annak szakszerű művelése a politikai közösségen belül is a korábbiaknál jóval előnyösebb pozíciót biztosíthatott az értelmiség számára. A kérdéskört újabban vizsgáló irodalomtörténészi megállapítások fényében a 18. század utolsó évtizedeitől hazánkban három saját nemzetkoncepcióra építő irodalom felfogást lehet elkülöníteni. Az esztétikai teljesítménye tekintetében legnagyobbnak minősülő államközösségi program képviselői a nemzetet, lényegében az uralkodó joghatósága alá tartozó, összes terület értelembe vett államban azonosították. Ez gyakorlatilag az 1804-től kezdve osztrák császárságnak hívott Habsburg irodalom. Következésképpen az államközösségi logika szerint gondolkozó értelmiség számára fel sem merül problémaként a magyarországi lokálpatriotizmus, tehát a kishaza iránti lojalitás összeegyeztetése a nagy özbirodalom iránti lojalitásra, ahogy az sem az előbbiekből következően, hogy német nyelven művelnek magyar irodalmat.
Számos ilyen példánk van. Németül írnak, de a magyar történelemről, a magyar hősökről, a magyar hadszerepekről. Képviselői egy ideig részleges átverésben voltak az úgynevezett Hungaroszlovat korabeli képviselőivel, de a Hungaroszlovat azért az jóval korábbi, tehát legalábbis korai értelmiségek 16-17. Század óta lehet beszélni a Hungaroszlovatról, de nem is mennék most bele, mert ezt érevezetne. Ugyanakkor, és a Hungaroszlovat túl is téli az 1830-as éveket. Az államközösségi program, tehát ez a németül és a birodalom hűségével gondolkozunk magyar hazafiként, ez gyakorlatilag az 1830-as évekre kifulladt. Egyébként az osztrák birodalmi térfélen is, ott sem sikerült megteremteni a nagy osztrák birodalmi patriotizmus, amiben vannak a csehek, a lengyelek, a magyarok, az olaszok, ez soha nem sikerült. Az önmagát az évszázados hazai literátus írásbériség örökösének tekintő és azzal elválaszthatatlanul egybefonódó kollektív nemesi mentalitás és nemzetfelfogás értékszemléletével átítatott eredet közösségi narratíva megszólalói jellegzetesen a nép nemzetté tételén munkálkodtak, magyarul a köznép, a polnép megnemesítésén, ez volt az ő koncepciójuk, így azért azt hiszem, hogy közérthető. Kulturális értelemben a nép nemzeti tételén, tehát ami azt jelenti, hogy az európai irodalmi nyelvekkel egyenrangú, a többi hazai népnyelvvel, tehát a szlovák, román, szerb, stb. Szemben pedig domináns, azaz köznyelvi helyzetben kívánták emelni a magyar, vagy korabeli kifejezéssel élve a honi nyelvet, és ezen a megnemesített európai színvonalúvá emelt honi nyelven akartak színvonalas nemzeti irodalmat művelni. Végül a harmadik, a hagyományközösségi irányzat képviselők szemében viszont minden eredeti gondolat letéteményesekén felfogott, szerves történeti hagyományközösségi értelembe vett, nép ajkán megszólaló autentikus, tehát eredeti irodalom, kiváltképp a népköltészet tartatott csak számot arra, hogy ténylegesen irodalomnak és ezáltal a nemzeti kultúra egyedüli valós alapjának tekintsék, nem néz felfedezni ebben ugye a herderi nemzetkoncepciót. Nyelv által értem, nyelvében él a nemzet. Jó lehet, a három rendszer szinte az irodalmi élet egyetlen szereplőjének sem mutatható ki legtiszta formában, a különböző jelenek konfigurációinak időrendjéből mégis felvázolható egymáshoz képest viszonyuk, ahogy uraltam is, ahogy utaltam is rá, a magyar irodalom 18. század végi újjáalakulási folyamata idején még mindhárom viszonylagos virágzása tapasztalható. Az 1820-as években a jellemzően német nyelven megszoruló államközösségi típusú szöveget írói már végérvényesen kiszorulnak a nemzeti irodalom hazai nyilvánosságából. A reformkorban elsősorban Kölcsey és Erdély János által klasszikus megfogalmazásnál hagyományközösségi paradigma, legnagyobb hatású képviselői Arany János, idén van Arany emlékét, és Gyulai Pál törekvései ellenére nagyjából a kiegyezés környékére kezd elerőtlenedni, majd az eredet közösségi szemlélethez képest a század utolsó évtizedeiben teljesen kiszorul a magyar nemzeti irodalom felfogásból. És akkor visszatérve a politikumhoz, a hagyományos magyar nemzetfelfogás 19. századi kitágulása, azaz a politikai részvétel vonatkozásában végre menő társadalmi kiszélesedése, ugyanakkor a közösségi nyelvi választóvonalak mentén bekövetkező fokozatos szétfejlődésével és vele párhuzamban jelentésének az átalakulásával járt együtt. Kérdés kutatóinak közmegegyezése szerint a törvény szinten végül 1868-ban törvénybe foglalt modern magyar nemzet definíció, amit ugye elő szokás emlegetni, hogy az egy politikai nemzet, lényegében a sehol nem kodifikált hagyományos rendi nemzet fogalom sajátos modernizált változataként is felfogható. Azért gyorsan felolvasnám a törvényszöveg vonatkozó részét, tehát a 68. évi 44. törvénycikk a nemzeti egyenjogúsítás tárgyában ezt a címet viseli, és egy rövid kiemelés. Magyarország összes honpolgárai az alkotmány alapelvei szerint is politikai tekintetben egy nemzetet képeznek, az oszthatatlan egységes magyar nemzetet, melynek a hon minden polgára, bármely nemzetiséghez is tartozik, egyenjogú tagja. És akkor visszatérve a régi hagyományos nemzetfogalom és az új, tehát a kiegyezés utáni nemzetfogalom és már definiált nemzetfogalomnak az összehasonlításához. Szerkezetileg analógnak tekinthető a kettő ugyanis a tekintetben,
hogy a modern nemzet tagjai már nem a leszármazással szimbolikusan legitimált politikai joggyakorlás, hanem a politikai joggyakorlás nyelvéhez kapcsolódású tekintetében váltak egymáshoz képest viszonylagosan egyenlőtlenné. Itt jön be a nyelvnek a politizálódása kérdése. Alsó szinten, azaz az állampolgári politikai közösség értelemben felfogott nemzet alatt új fejleményként a megújult nemzetfogalom egyfelől deklaráltan is elismerte tagjai nyelvi, etnikai különbözőséget. Ugye itt olvastam, hogy bármely nemzetiséghez is tartozik. Ez azonban csak a nemzetnél szűkebb, tehát az azzal nem egyenrangú kategóriaként fogadta el, amelytől hosszas jelentéstani küzdelem eredményeképp végül terminológiailag, tehát szakszóban szerint is elkönnyítette a nemzetiség fogalmát jelentésének ilyen értelmű leszűkítésével, amelyre mindjárt visszatérek, mert a nemzetiség szóváltozása nagyon tanulságos. Más szóval a nyelvileg semleges, politikailag viszont társadalmi hovatartozás szerint megosztó tradicionális nemzetfogalom, a rendi nemzet, hazai vonatkozásban úgy modernizálódott, hogy politikai értelemben, jogkiterjesztés útján az ország minden társadalmi kategóriában tartozó lakossága közvetlenül kiszélesedett, anyanyelv és közösségi azonosság szempontjából viszont a magyarokat, most kulturális nyelv értelemben vett magyarokat, a nem magyarok osztályt, akik nem magyar anyanyelvűek voltak, és nem is akartak hozzá válni, kiemelt helyzetbe juttatta. Megint két szakszó, a populus, a latin kifejezés, ugye, a lakosságot politikai tekintetben képviselő állami értelemben vett nemzet, és a plebs, tehát a köznép, politikai joggyakorlás szerinti elkülönítését, jól lehet sokkal szélesebb társadalmi, vagyis bocsánat, népességi bázison, a nemzet és a nemzetbe tartozó, de az alatti, tehát egyébként a horvát társországok lakóit kivéve, nemzetként el nem ismert nemzetisége kulturális alapon szimmetriája váltotta fel. Most nem fogom felolvasni a 68. évi 30. törvény, a Magyarország és horvát, szlavonos, dalmátországok között fennforgott közül kérdése kiegyenlítése irányt létrejött egyezmény becikkelezéséről, de az kimondja, hogy a horvát társországok lakói politikai nemzetet alkotnak, ugyanúgy, mint a egy magyar politikai nemzet. Tehát horvát vonatkozásban ezt elismerte területi alapon a magyar törvényhozás. Tehát a magyarországi horvátok nem vonatkozott. Viszont a horvátország lévő magyarok meg a horvát politikai nemzetnek voltak a tagjai, de ez már tényleg apróság. A 19. században a magyar nemzetfogalom tehát európai kortársaihoz hasonlóan mérható politikai és ideológiai átértelmeződésen ment keresztül, miközben erőteljesen demokratizálódott és történelmi perspektívába került. Igen, az eredetileg a hagyományos nemzetfogalom köznépi kiszélesítését és elvárásfogalomnak állását viszonylag jól lefedő neologizmus, itt érünk rá vissza, a nemzetiség szó és koncepció, azonban a hazai viszonyok miatt sajátos politikai ideológiai tartalmakkal is telítődött, és végül levált a megújult nemzetfogalomnak, pontosabban, ahogy hallhattuk, annak rendelődött alá. Ennek legfőbb okát abban látom, hogy hogy a rendi nemzetfogalom átértelmeződése során a nyelv, tehát mint identifikációs jel, kommunikációs közeg és autopolitikus hagyomány összesség értelmében egyaránt, kiemelt politikai ideológiai összefüggésbe került, amely főként demokratikus velejárója miatt a magyar államnyelv viszonylatában a politikai közösségüket rivális nyelvi alapon meghatározó, ezáltal a magyar nyelvű nemzettel azonosulni nem tudókat, végeredményben a tudati érzelmi asszimiláció, tehát hasonosulás, vagy disszimiláció, tehát elkülönülés választási helyzet elé állította. A szertágozó folyamatot a továbbiakban csupán illusztrálni tudom, a nemzetiség szakkifejezés néhány évtized leforgása alatt bekövetkező jelentős módosulásának felvázolásával. A szóalak a latin gens és náció legalább 14. század óta adatolható nemzet és nemzetség magyarításaihoz képest későn, egy 18. század végi nyelvújítási szótárban olvasható 1792-es barokk visszavonulási féle kisdett szótár, itt azt írja, hogy nemzetnek szinonimájaként nemzet, nemzetenként nemzetesség, nemzetségi ágazat, vagy nyavaja, nemzetiség, nacionalitás, nemzetvédelem, nacionalis karakter, nemzeti erkölcs, ruha, szokás, nyelv, törvény, tehát egy ilyen összefüggésben.
Egyesek Széchenyi István, mások Kazinczy Ferenc, illetve Felsőbuki nagypár írásai és beszéleihez kötik meghonosodását a hazai közbeszédben. A megragadására csak elszállt kísérleteket találunk 1848 előtt. Az 1830-as 40-es években elhatalmasodó nyelvhasznak azonban már központi témára. Ennek során a hungarus tudattól, akkor mégis egy szóta a hungarus tudat, tehát olyan magyarországi értelmiségi, aki nem feltétlenül, sőt jelenzően nem beszél magyarul, de magát magyarnak vallja a politikai és kulturális értelemben is a korabbi korban, tehát még a modern nacionalizmus előtt, ahol a nyelv nem feltétlenül a nemzetben fontosabb kritériuma. Tehát mondjuk harcosan ki kell a magyar kultúra védelmére, de a Wittenbergi Egyetemen egy magyarországi szlovák vagy német, a helyi mondjuk német professzor piszkálódásaival szemben, hogy a Magyarországon csak a barbárok laknak és oroszlának bűvöltenek a pusztán. Körülbelül ilyen nemzetképek éltek a 17. században. Egyébként ők határ által gyúlt három észre szakadt országból. Igen, bocsánat, visszatérve. Tehát ennek során a hungarosz tudattól legkésőbb elszakadó, döntően egyébként szlovák nyelvű és német iskolázottságú, főleg elamerikus értelmiségiek kezdenek a szintén már többször említett herderi nemzetfelfogás alapján, tehát nyelvédeni a nemzet, a hazai és külföldi, egyébként német nyelvű sajtóban, illetve röpiratokban amellett érvelni, hogy Magyarországon fogalmi képtelenség a nemzetiség, modern magyar nyelvű nemzet értelmi használata. Ez volt ugyanis a nemzetiségnek a első számú jelentése, ahogy majd föl fogom olvasni a meghatározást. A kérdés előtörténetéhez tartozik a nemzetiség szó jelentésének a nemzetfogalommal vetítése, már 1800-as évek elején van a példa. Ezért érik kritika például a magyar és szlovák nyelv kiművelését egyaránt szorgalmazó hungarus Gyuráj Palkovics vagy Palkovics György, pozsonyi szlovák nyelvű latát, egyébként az csenyelvű bolcsak, akkor azt tartották szlovák irodalmi nyelvnek, nyugat szlovák területeken. Az alcímében szereplő nemzet miatt. Tehát az volt az alcíme a cseh-szlovák nyelven, hogy császári királyi nemzetbíróság. 1812-18 között megjelent lapról van szó. Ahogy a méltatlankodó Cipió Palkovics személyre veti, idézem, Magyarországban magyar nemzet vagyon, nem pedig tót. És így botránkoztató álom vagy gúnyoló költemény a magyarországi tót nemzet, idézett vége 1817-ből a tudományos ütleményből az első magyar nyelvű tudományos lapító folyóirat volt idéztem. Fontos fordulópont ez, hiszen a 18. század végéig általánosnak számít Magyarország vonatkozásában, természetesen nem politikai értelemben lehet nemzetről beszélni. Erdély esetében pedig vallásfelekezeti mintára a három bevett politikai mellett, tehát a magyar száz székely mellett úgynevezett tűrt, tolerált nemzeteket is szokás megkülönböztetni, és itt most egy nagy erdélyi polisztót idézek az 1778-as írásából, közéjük sorolja az erdélyi tűrt nemzetek közé az örmények, görögök, zsidók, morvák, lengyelek és cigányok után a románokat. Tehát akik akkor már többségben voltak, de olyan megtűrt nemzetek számítottak, mint az imént felsoroltak. A közjog igényekkel egyelőre még nem párosuló jelentéstani kihívás politikai tétét elsőként Széchenyi helyezi történetfilozófiai távlatba, amikor 1834-ben részletesen elemzi egyébként negyed évszázadig publikálatlan maradt írásában nemzet és nemzetiségek, mert többet számban használja, szembekerülésének problémáját. Megerőlegezve a hazai nem magyar nyelvű közösségek esetében is a modern nemzetként értett nemzetiségi válás lehetőségét röviden gyorsan idézem. Nekik is mosolygott a nemzetiség angyala, ők is meg vannak hívva tökéletesülhetőségük által az emberiségnek tán egy láncolatját alkotni, s házi köreikben mentednek a vén latán bénycseitől, latin, a latán azt jelenti, mint mi. Ugye Magyarországon latin volt a hivatalos nyelv, ilyenkor. És mentendek a külön karzatok, politikai csoportok, azon gyűlöletes hasonlásaitól, melyek minket, magyarokat gyengítenek, mai napig szinte szűzebben tartál a közös érdek bennük fenn nemzeti sajátságukat s nyelvüket, mint az egykori uraság, tehát a latin, mi sajátságunkat s nyelvünket tartál fenn. Mi lecke a most még annyira elágazó érdekeinknek mindinkább egyesítésére, idézett vége. Tehát felvillás a lélek egyesítésre.
Hunyan címen viselő munka megírására Széchenyit egy 1833-ban Ludevit Gáj Károlyvárosi, tehát horvátországi nyomdájában Domol Jub Horvátovics álnéven megjelent, ez kb. Annyit jelent, hogy hazaszerető horvát fi. Zoln Virma Gyárn Verden címet viselő őpillag készítette, tehát kellene nekünk magyarra lennünk, melynek szerzője a szlovák önazonosság és magyarországi hazafiság összeegyeztethetőségét a nyelvi kulturális egyenlőség alapjára kívánta helyezni. Az egyébként Magyarországot nyelvi kulturális alapon felosztó és a magyar etnikumra nézve számos sértő megállapítást megfogalmazó névtelen szerző írásával jellemző kortünet, még viszonylag jelentéktelen diétai vitát váltott csak ilyen maga korában. Széchenyi viszont írt egy nagy ellen munkát, amit 50-es évek adtak ki. Nem tudom megállni, lábjegyzetben jegyezzem meg erről a szerzőről, akiről a történetes kiderített, hogy ki volt, egy Samuel Hoyts nevű szlovák értelmiségi. Az ő fia viszont egy csillagász lett már, és függetlenségi párti politikus, Poicsi Pálnak hívták, tehát a szerző fiát, a századfordulós magyar imperializmus leges szorgalmazóinak kialakította táborát. Tehát jelentős fordulat történt 48 előtt és 46 fejét után, egy, akár egy család történetében, és kiolgálat magyar nemzetforgalomhoz. A magyar nemzetiségépítés diskurzusában azonban az ilyesfajta gondolatmenet, tehát Széchenyére gondolok, 1848 előtt kifejezetten kivételnek számít, és akkor most érek rá vissza, hogy mit jelentett a korban a nemzetiség. A tipikus érrendszer sokkal inkább a közös történelmi emlékezetben jelöli ki a magyarokat, a nyelvileg nem magyaroktól, pontosabban a magyarrá válni még potenciálisan sem akaroktól megkülönböztető választóvonalat, mint egy ezáltal emelve gátat nemzet és nemzetiség jelentésbeli szétválásának. A lehetséges számtalanból egy jellemző nemzetiség definíciót idéznék csak, Kossuth lapjából, a testvérlapból, 1842-ből, ez viszont nagyon tanulságos és nagyon rímel mondjuk Rönnalni és a késői Kossuth gondolataira is. A nemzetiség egy históriai faktum, történeti tény, melynek a nyelv nem egyetlen tényezője, mert arra, hogy valamely népnek nemzetisége legyen, szükséges még az is, hogy közös alkotmány, közös érzelmek, közös érdekek, a haladásnak és kifejlődésnek közös szüksége, egy együtt átélt nagykor közös emlékezései kapcsoljanak össze bennünket. Ez az elmélet, és most a gyakorlat. Magyarországon egy, a magyar nemzettől idegen, semmilyen históriai előzményekkel, semmi pozitivitással nem bíró, pozitivitás, hogy ilyen tényadatszerű jelenség, nem bíró. A lett dolgok sorából nem létezett nemzetiséget kifejteni annyit tesz, mint tetleg fölforgatni a históriai rendet. Tehát a történelmi menetét nem lehet fogni. Idézetre bezárva. 1842-ből. A reformkori küzdelmek idején fogalmi konfrontáció, tehát, hogy most Magyarországon egy nemzetiség van-e vagy több dinamikáját, egyrészt az intenzív nacionalizmusok tartós és alkalmankénti extenzíve fordulása és elkerülhetetlen átfedéseit táplálja. Most Gergely András professzor úrnak a kifejezését használom intenzívnek, extenzív nacionalizmus kapcsán. Annyi a lényege a kettőnek, hogy ez is egy ilyen ideáltipikus konstrukció, tehát egy ilyen elméleti mankó, hogy az intenzív nacionalizmus az kulturális nyelvűvelő, az extenzív, amikor a másokra is rá akarunk kényszeríteni a saját kultúrámat. Ez szinte mindig együtt jár, de fogalmilag a kettőt, hogy is ilyen gondolatilag el lehet különíteni. Tehát itt különféle példákat lehet felsorolni a konfrontációra és az érzelmek felfokozására, oda-vissza. Jánkó Lártól a pesti evangélikus lelkész, aki egyébként a magyarokat szlávfóvéroknak tartotta, vagy mindegy, a magyar részről meg a lenézően, lekezelően beszéltek a szlovákságnak a nemzeti követéseiről, őket most időkímélés miatt nem mondanám el. Viszont az érzelmi motiváció mellett geopolitikai következményeket előrevetítő félelmek is felmerülnek a korban, amelyeket már viszonylag korán a magyar politikai nemzet fogalmi felvonásával hoznak okokozati összefüggésbe.
Ez utóbbi bekövetkeznivel trauma központi megnevezésére magyar részre a pánszlávizmus fogalma szolgált, melyen támogatói a 19. század első felében még elsősorban a szláv nyelvek rokonságán alapuló kulturális összetartozást értették. A jellemző példa rá a szláv kölcsönösség koncepcióját kidolgozó, imént említett Ján Bollár, aki egyébként hiszen 30 évig volt testben a városi evangélikus templomnak a lelkésze is, onnan jutott dörgedelmeit a magyarok ellen. Deák tényleg. Mai szóval jelent. A korabeli magyar publicisztikai és politikai gondolkodás viszont eleinte Deák hatására egyértelműen a cári politikai által szított és az osztrák birodalom teljes vagy részleges területi bekeberezéseként értelmezte a pánszlávizmust, és általában hozzá kapcsolta a közüli kívánalmakat is hangoztató modern horvát, korabeli szóval illír nacionalista mozgalmat, ellenszereként pedig a liberális jogkiterjesztés, érdekegyesítés, és cserébe a nyelvi, érzelmi magyarosodást szorgalmazta. Mindenek ellenére a jelentéstani szétválás megállíthatatlannak bizonyult, amit az is mutat, hogy az 1840-es évek végén a nem magyarok közösségi igényei politikai programszinton is elkezdenek a közgondolkozásba beépülni. Jelentő példa rá a Deák által végrehajtott ellenzéki nyilatkozat 1847. június 7-én kelt szövege, idézem: szükségesnek látjuk, hogy a honpolgárok minden osztályainak érdekei a más nyelvű népségek óvatos kíméletével nemzetiség és alkotmányosság alapján egyesítessenek, idézet vége. Miközben a nemzetiség megnevezést igyekeznek továbbra is a modern és egységes magyar nemzet fogalmi körében tartani. A szóhasználatban ez érvényesül majd a hazai nemzetiségek átfogó kulturális nyelvhasználati, politikai, területi és közjogi követeléseinek közel egyidejű megfogalmazódása 1848 tavaszáról beszélünk, meg nyaráról, és az első szervezett vagy spontán fegyveres etnikai összetűzések után, 1848 tavaszától, akkor a szabadságharc végéig. Az első nemzetiségi törvény az 1849. július 28-i képviselőházi határozat, tehát ez nem volt törvény, egy képviselőházi határozat volt, megszületésekor is, amikor a képviselők által jóváhagyott 17 pontos kormánytervezet a nemzetiségeket egyébként népiségnek nevezi, tehát nem használja a nemzetiség szót. Csak úgy, mint a bő két héttel korábbi magyar-román békeegyezmény nem hivatalos magyar szövege, a hivatalos ugyanis a francia volt. És a hivatalos francia fordításban a magyar szövegben aztán népiség helyén már a nationalité áll, tehát a nemzetiség. Most nem is olvasnám föl. Hogy a jelentés mező kezdődő szétválása és a fogalmi elmozdulás ellenére a nemzetiség megnevezés monopolizálása mennyire szilárdan tartja magát még 48 után is, mert a számos személyes példát lehet találni. Íme egy a nemzetiségi törvény eredetileg kidolgozó, ugye 68-as, amit idéztem az előadás elején, kidolgozó Ötvös József 1865-ben megjelent monográfiájának, aminek a nemzetiség kérdésétként a címe, történelmi visszatekintéséből a jellemző idézet. Idézem Ötvöst: a magyar birodalom más országokkal szemközt egy kompakt egészet lépezett ugyan, de nemzetiségi tekintetben soha egyé nem válhatott, s függetlenségének századaiban a Mohácsi csatáig mindig csak mint politikai nemzetiség tűnik el. Idézem végre. Szintén jelzés szerű, hogy a magyar nyelvű szótárítalom és a kiegyezés követően veszik fel, és akkor is csak másodlagos értelemként a nemzetiség töredék nép jelentését. Tehát a Valadi Mór 1873-as magyar nyelv teljes szótárában azt olvassuk a nemzetiségnél, hogy első jelentése valamely nemzet tulajdonsága, sajátsága, például a Bach uralom a magyar meg akarják fosztani nemzetiségétől. Másodlagos jelentése valamely országban külön fajú néptöredék. Idézet, vagyis példa: Magyarországon több nemzetiség van. Idézet vége. Az autopoetikusnál nevezünk romantikus nyelvszemélyen talán legmarkánsabb magyar szellemi teljesítménye, ez egyébként máig egyetlen befejezett értelmező etényelődő akadémiai nagyszótár, az úgynevezett Cucor Fogarasi. Nem ismeri még a szó ez utóbbi jelentés változatát, egyébként 1806 fejét, tehát 6 évvel korábban, mint az előbb idézett Valadi szótár. És azt mondja a nemzetiségről, hogy a nemzetiség
a nemzetnek, mint polgári, mint társadalmi közéletében, erkölcseiben, szokásaiban sajátságos jelleme, mert létében szorosan összefügg, és melynek elromlása és megszűnte után egyediségét elveszti és idegen a fajok. A nemzetiségnek különös kelléke az anyai nyelv. Tehát itt azért már utal arra, hogy elsősorban ez egy kulturális definíció. A nemzetiség szó jelentésének átalakulása mellett, azaz azzal jelentős átfedésben megy végbe, a közös ország és népének megnevezésére évszázadok óta használt magyar, hungarus szó alak, elsősorban a fordítás nyelvekben jelentkező ideológikus jelentés hasadása is. A hungarus helyesen magyarországi, nem pedig magyar értelme mellett értekezik, 1810-ben névtelenül megjelent 16 oldalas latin nyelvű traktátusában egy Wittenbergbe iskolázott montenegrói evangélikus lelkész, Bartolomei de Szászlónak hívják egyébként, mely Szent István mintájának 6. fejezetét használja mottóként. Széchenyi erre a mindinkább terminológiai igényű szóhasználati különbségre reagál fent, és a korábban már említett Samuel Hoyts névtelen német nyelvű rökirata alapján kiemelve azt, hogy ha ezt a logikát követjük, akkor Magyarországnak nincs és nem is lehet saját nyelve. Megint Széchenyit idézem a Hunniából, tehát 1830-as évek végétől, közepéről. Az ungár név alatt ezentúl honunk minden népe értessék, és ein ungár annyit jelentsen, mint ein szlovák, rajce, vala, etc. Oderwer, támogül, tehát és amit akar az ember, hogy szlovák, szerb, román, az mind ungár, tehát ez mind magyar. Ungár is réden pedig annyit, mint szlovák és rajce is réden, oder, azt már mogül, tehát hogy magyarul olvasni, az mind szlovákul, szerbül, stb. Nem olvasni. Szegély magyare, az Árpádiel pedig azonban, hogy legyen talán ne jelen mindenki, és néhányan felette okosan, a névtelenség palástja alatt is, büntetlenül hohokassanak. Idézek be zárva. Húha. Jó, bocsánat, kérek. Akkor viszont akkor nem mondom el a részeket. Ez talán még ezt az egyet, mert ennél érdekesebb, hogy a Magyarország-Hungária fogalom hogy hasad szép, hogyan jött létre az utódállamok nyelveiben, de csak ott a kétfajta Magyarország megnevezés. De Hungária az a történelmi Magyarország, Magyarország meg a kis Magyarország, az etnikai Magyarország. És hát ugye ez a horvátoknál Ugarska, Magyarska, vagy a szerbeknél, a szlovákoknál Uhorsko, Magyarsko formában létezik, még a csehre is megvan Uhersko, vagy Uhri és Magyarsko. Engyeleknek nincs meg, oroszoknál nincs meg, és ami a legizgalmasabb, hogy a románoknál sincs meg. Tehát elég jelentős példa arra, hogy nagyon nem voltak integrálva a románok, a 19. századig, ugyanis a Hungáriának tudomásom szerint nincsen magyária párja. Bár az ungor és magyar az szinonimaként él, de nincsen Finiában, hogy ilyen különbség a tudomásom szerint, de lehet, hogy nem igaz. Az ungár és a magyar között, az ungor és a magyar között. Jó, akkor viszont azzal zárnám, hogy akkor felolvasom a nemzetiség és az új magyar nemzet definíciónak az 1840-es évek végén az elmélet szintjén kidolgozott állapotú definiálását, amelyet klasszikus formában Zonták Gusztáv foglalt írásban a Magyar Tudományos Akadémia nagyutalmát 1840-ban elnyert politika-filozófiai munkájában, amely egyébként a megalapítanó, de soha létrejövő Széchenyi párt ideológiát akarta megalapozni. Most akkor idézem Zonták Gusztávot. Nemzet azon népesség összessége, mely közös független álladalom, állam, és hozzáállal összeköttetve önálló polgári társasággal alakult, és történetileg, mint egy erkölcsi személy saját politikai életet él. Nép alatt ellenben, vagy saját nyelvű és saját származású népfaj, vagy a nemzet alsó osztályát, a köznépet értjük. Nemzet tehát a haza polgárai egésze, nép annak saját fajos nyelvű részei. Egy hazában ennél fogva csak egy nemzet lehet, de nép többféle. Sőt, egy ugyanazon néptörzsökök sarjadékai több állodalmakban lakhatnak, s így több nemzetnek kiegészítő részei lehetnek. A nemzetiség alapítója pedig azon nép, mely hont szerez, s állodalmat alkot. Etette által népből nemzetté válik, és saját népiségét nemzetiségé emeli fel, ráütvén a szerzett honra, alkotott állodalomra, s a nyilvános polgári élet folyamára nevét, jelenét és nyelvét. Tehát csak a honszerző népnek van saját nemzetisége, a többinek egyedül kölcsönzött párházat. Idézet vége.
És hát nem tudom, még 3 perc, akkor az utolsó paragrafustól is bekezdését kell olvasnám, mert akkor ezzel visszazárok az előadás kezdetéhez. Ahogy az elején is hangsúlyozni igyekeztem, a modern magyar nemzetfogalommal azonosulók, illetve azt elfogadók, ennek alkotó elemei közül a legfontosabb legitimáló és összetartó erőnek a múlt, jelen és a jövő között szerves összefüggés biztosító történelmi folytonosságot tekintették. A nemzet szerves emlékezetközösségként való felfogására már 1830-as évek végén van példa, közülük az egyik legmagasabbat, a majdani múzeumigazgató Puszki Ferenc gondolatait idézném. A múlt az, ami a jelenben összeköti az ivadékot, a közös emlékezetek, a közös história. Ami a jelenben összeköti az ivadékot, a közös emlékezetek, a közös história. Ez a legerős kötelék, ezért szeretjük a magyart, mert érti gondolatainkat, mert tisztelettel emlékezik Szent Istvánról, mert fénylik szeme, ha Hunyadiról szól, s akaratlanul is Mohács nevénél felsóhaj, mert érzi a magyar mód a komoly búját, mert szereti azon alkotmányt, mely alatt őseink éltek, melyet vérökkel védelmeztek, melyet századok óta módosítottán mindig elevenen megtartottak, s megkövesülni nem hagytak. Ez a nemzetiség legbelső eleje, raboljátok el tőlünk a múltat, s a jelenleg legnagyobb bája vész. Nem honfiak, de idegenek közt élünk, melyekhez csak a szükség köt. Idézet vége. És hogy ez a kötelék a maga korában milyen erejű lehetett, arra frappáns bizonyíték, az alábbi pillacik idézett luterános magát származásos névfajra Tóthnak való szerzője, akinek gondolataival zárom a 19. századi magyar nemzetfogalmakról elmondottakat. A Tóth honfi a magyar nemzet történetét magáénak fajja. Magáénak minden bórus derült napjait, s jól tudván, hogy őseje hon 1000 csatájába csak úgy, sőt nagyobb számmal vettek részt, mint annak többi népei, tudja, s ezen elmélet, és ezen eszmélet büszkén emeli kedvét, hogy Lajos és Mátyás korai dicsősége az ő dicsősége is. Köszönöm szépen a tisztelet.